Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit. Hát valóban ez a címlapkép, ez bizonyos támpontokat adhat, hogy miről lesz ma szó, és nem is lesz meglepetés. Valóban az Aran Gulláról lesz szó, és hát maga a kép is ismerős lehet a fehérváriaknak. Ez ugye egy ilyen historizáló megközelítés a témának. Én megpróbálom majd a történelmhez kicsit közelebb vinni, itt azért vannak ilyen különös dolgok, mint a Nagy Szent Miklósi kincs két aranycsészője. Hát ez néhány száz évvel korábbi. Na, azt szokták mondani, és ez igaz is, hogy az aranybulla az az első olyan magyar törvény, amely oklevél alapban lett kiállítva. Ez valóban így van, a többi, tehát a 14. századi törvényeket, Szent István, Szent László és Kálmán törvényeit, azokat ilyen kézzel írott középkori könyvekbe, kódexekbe másolva ismerjük a szövegeit. Ez azonban egyszer egy ilyen pergamen lapra készült, és jól lehet, 7 példányban készült az eredeti változat, tehát 7 eredeti példánya volt. Itt látható, hogy kiknél volt. Ezekben sajnálatos módon egy sem maradt a korunkra. Ami még talán külön érdekesség lehet itt Fehérváron, hogy azért itt ebből a 7 példányból az egyiknél szinte bizonyosak lehetünk, hogy itt volt Fehérváron, a királynál lévő 4. példány. Ezt azért gondolhatjuk megalapozottan, mert részben 3. Béla korából, részben pedig éppen 2. András korából van, és aztán utána 4. Béla korából is van adatunk arra, hogy a király a valamilyen oknál fogva különösen fontosnak tartott okleveleket, amiket ő maga bocsátott ki, azt itt Székesfehérváron a képpostságnak a levéltárában őriztette. Tehát valószínű, nagyon-nagyon valószínű, szinte bizonyosra vehető, hogy ez a 4. példány az valóban itt volt Székesfehérváron. De talán ez az iskotályosoknál, ami ugye a Johannita lovagrendre utal, talán az sem lehetetlen, hogy az itt a fehérvári johannitáknál volt, és esetleg a nádori is. Mert hogy a nádor mit csinált volna otthon ezzel az értékes oklevéllel? Hát nyilván itt tartotta a királynál ő is, csak éppen ez az övé volt. Az a 2. András kori adat, amit említettem, az éppen arra egy olyan ügyet mesél el, ahol a király kiváltságképpen egy ilyen nagyhatalmú előkelőnek engedélyezi azt, hogy a saját okleveleit ő is itt tartsa Fehérváron a prépostságnál. Hát a többi az meg hol itt, hol ott, ugye ez nyilván Rómában valahol veszett el. Ez az ispotályban és a templomban, ez a templomos lovagrendre utal, ez bárhol lehetett. A két káptalan, ugye az egyértelmű, a két érsekség mellett működő káptalan. Úgyhogy sajnálatos módon a 7 példány egyike sem maradt ránk. Hát akkor honnan ismerjük ezt a szöveget, ami itt a magyar fordítás, a Szilágyi Lóránnak a ma már klasszikusnak mondható fordítása. Hát itt van például egy olyan példánya az aranybullának, amiről 1827-ben talán, amikor előkerült, akkor azt hitték, hogy az eredeti példányok egyike, jaj de jó, mégiscsak előkerült. De aztán hamar kiderült, hogy ahogy a felirat is mondja, ez egy másolat, tehát itt az aranybulla szövege olvasható minden különösebb hozzátétel nélkül. De árulkodóak voltak egyrészt a pecsétek, ezek 1317 és 1328 között hivatalban lévő püspökök és érsekek pecsétjei. Ami itt hiányzik, ugye leszakadt egy, az talán az esztergomi érseké volt. És hát
mindenféle 1318-ban történt események kapcsán gondoljuk azt, hogy hát akkor ez a másolat az 1318-ban készülhetett. Tehát ez az egyik olyan forrásunk, ami fenntartotta az aranybullának a szövegét. Jó lehet, ugye a 7 eredeti példány elveszett. A másik, az mindjárt több példányban is fennmaradt. Tudnék azt, Nagy Lajos király 1351. évi törvénye tartotta fenn, mégpedig új módon, hogy ahol a két piros tuskó van, ott itt kezdődik az aranybulla szövege, és itt tart egészen eddig, ez pedig maga az 1351. évi törvény. Tehát ezt jelenti azt, amikor azt mondjuk, hogy Lajos király a maga 1351. évi törvényébe belefoglalta az aranybullának a szövegét. Tehát ez tulajdonképpen két oklevél, egyrészt az aranybulla, másrészt a 1351-es törvényt fenntartó oklevél. Ebből több példány is van, ekkor már szokásban volt az, hogy a elfogadott törvényeket megküldik vármegyéknek, hogy ott kiirdessék, ez történetesen, ha jól emlékszem, a Bihar megyei példány. És így módon tehát az itt olvasható, meg a törvény többi példányában olvasható szöveg, amelyek nem pontosan felelnek meg egymásnak, ugye ha szöveget másolunk, mindig hibát ejtünk, stb. De mégis így ismerhetjük a szöveget. Na most akkor az, hogy oklevél formában állították ki az aranybullát, a törvényt, annak ez az egyik leglátványosabb következménye. Ez ugye egy aranybecsét, a fémből készült becséteket, azokat nevezték bullának. Hát az aranybulla az meg aranyból készült fémpecsét. Ez nem egy tömör arany, hanem aranylemezeketből, miután ezeket a ábrázolásokat, szövegeket rávitték, azokat összeforrasztották, és közben, ahogy látható, itt átvezették rajta azt a selyem zsinórzatot, ami az előzőhöz hasonlóan az oklevél pergamenjéhez hozzáfüggesztette a dolgot. Na most, mivel ugye a 7 eredeti példányból ez sincs meg, ez az aranypecsét, ez tehát nem az, amelyik egykoron valamelyik eredeti példányból függött, de ehhez valami borzasztóan hasonló lehetett a 7 példányon is. Tudnélik 1321-ből és 1333-ból is fennmaradt II. Andrásnak egy-egy ilyen aranypecsétje, és a két pecsét azonos egymással. Tehát akkor nyilván 21 és 33 között biztosan használtak, akkor nyilván az 1222-es aranybullán is ilyen függött. Ez történetesen az 1333. évi példány, jelenleg az esztergomi érseki levéltárban van, az 1321-es, az pedig a magyarországos levéltárban. Tehát abban úgy nagyjából biztosak lehetünk, hogy ez a pecsét volt ott. Ugye jól látható itt az uralkodó, ül a trónusán, kezében egy országgal, a uralkodói pálca, itt elkezdődik a szöveg, hogy kinek a pecsétje is ez, és akkor itt van az Árpád ház címerének az a változata, ami az a bizonyos hétszer vágott mező, ami ma is a Magyar Állam címer egyik eleme. Csak éppen ebben itt vannak ilyen oroszlánok, akik lépkednek középfelé. Hát ez később kikopik a magyar címerből, de ekkor még része. Úgyhogy így képzelendő el az aranybulla a maga testi valójában, amit sajnos már nincs alkalmunk élvezni. Na most lássuk, akkor annak, hogy oklevél formájában állították ki az aranybullát, annak nem csak az a következménye, hogy olyan szép pecsét jogott rajta egykoron, hanem az is, hogy hát az oklevél, ami
hát mai fogalmaink szerint a középkor hivatalos irata volt, tehát ugyanúgy meghatározott formák szerint kellett kiállítani, mint ahogy manapság is egy hivatalos iratot meghatározott formák szerint kell kiállítani, és még annyiban is hasonlatos az oklevél a mai hivatalos iratokhoz, hogy ugye ma is egy csomó azonos ügyre nézve csak ki van pontozva az a része az iratnak, ahova az éppen aktuális tartalmat be kell írni, és ezek a formulás részek, ezek változatlanok. Oklevelek esetében is ez nagyon gyakori. Ám bár ekkor a 13. század első harmadában még azért a magyar okleveles gyakorlat, hát ha nem is gyerekcipőben járt, hiszen már Szent István is adott ki okleveleket, de még azért messze van az az időszak, amikor rutinszerűen ontja magából a királyi kancellária, tehát az uralkodói hivatal, amely a király nevében kiállított oklevelek előállításával foglalkozott, tehát ez még nem volt ilyen rutinszerű. Na most, mégis azért itt is vannak ilyen formulás részek, ez például, hogy ha elolvassák, jól láthatóan a keltezése az oklevélnek. Ugye egyrészt megmondja azt, hogy ki az, aki a kancellár, aki hát, hogy az ő keze által, az nem vendő szó szerint, tehát nem ő írta le, de ő felügyelte azoknak a jegyzőknek a munkáját, akik ezt csinálták. Megvan a dátum, ugye az ige megtestesülésének 1222. évében. Sajnos napi kelet az nincsen. Tehát, hogy melyik hónap, melyik napján, vagy hát a középkor nem pont így számolta az időt, mint ahogy mi szoktuk, de mégis azért jobb lenne, ha lenne valamiféle olyan támpontunk, amivel a hozzávetőleges időpontját a kiadásnak meg tudjuk határozni az 1222. éven belül, ami úgy emlékszem nem volt szökőév, tehát 365 nap volt, tehát van 365 lehetőségünk, esetleg megpróbáljuk közelebbről belülni, és sikerülni fog. Ennyit hadd áruljak el. És aztán jön egy olyan rész, ami ugye a 12. század vége óta része az ünnepélyes kiállítású királyi okleveleknek. Ezt hívjuk méltóságsornak, ami azt jelenti, hogy az oklevél kiállításának időpontjában hivatalban lévő egyházi és világi méltóságokat, azokat felsorol. Az oklevél végén. És aztán van itt még egy érdekesség, hogy egyrészt megadta az úr születésének, vagy ahogy itt mondja, ugye az ige megtestesülésének hanyadik évében járunk, tehát ez egy olyan abszolút, az idő egyenesen egy abszolút időpontot kijelölő meghatározás, és szokás volt az is, hogy uralkodásunknak hanyadik évében történt ez a dolog, tehát egy ilyen relatív dolog, hogy ez nem ad meg egy abszolút számot, mint az előző, hanem ehhez tudni kell, hogy mikor és hogy kezdett uralkodni az illető. Na most az a helyzet, hogy ez a két dolog, ez itt különösen érdekes nekünk, mert ez segít közelebb férkőzni ahhoz, hogy akkor a vége láthatatlan hosszú 365 évben abban álló 1222. évben vajon közelebbről mikor adhatták ki ezt az oklevelet? Ebben segítségünkre van az is, ami nincs ebben a szövegben benne, mert azért, ha úgy elgondoljuk a dolgot, 13. század 20-as éveinek elején vagyunk, ekkor ugye nagyjából azért sőt, pontosan lehet tudni, hogy hány érsek, meg hány püspök van az országban. És hát itt meg is van ugye az esztergomi érsek, a kalocsai érsek, és akkor ezek itt, ezek mind itt vannak. Ez rendben is van, ezen nincs semmi gond. Na de hol van a nyitrai püspök? És hol van az erdélyi püspök? Ugye ha megnézik a szöveget, hát itt bizony sehol se találjuk őket. És hát végül, ami első pillantása fel, hol vannak a világi méltóságok? Hát akkor ez így valami nem jól van, vagy jól van, csak éppen valami érdekesség adódik, aminek érdemes utána járni. Hát akkor tegyük azt.
A nyitrai püspök hiánya az nem feltűnő valójában, ha az ember elég oklevelet olvasott király oklevelet ebből a korszakban, mert nagyon ritkán szokott előfordulni. Megvan ennek a maga egyház jogi, meg történeti oka, de ezzel most nem mutatnám önöket, nem szokás ekkoriban a nyitrai püspöket. A II. András 30 évéből, amikor kiadott vagy 300 valahány oklevelet, talán három van, amelyikben ott van a nyitrai püspök. De az erdélyi püspök az bizony szokott szerepelni. Hát, hogy miért nem szerepel 22-ben, az itt ez a sor ez bemutatja. Ugye volt egyszer erdélyi püspök Vilmos, ebben az időpontban, hát elhunyt 1221-ben, valamikor az év folyamán, mert az erdélyi püspökséget már 1221-ben üresedésben lévőnek mondják királyi oklevelek, hát nyilván azután, miután szegény Vilmos elhunyt, és akkor ismerjük az utódát is, ezt a bizonyos Reinaldot, aki korábban váradi prépost volt, egyébként nem magyar születési, normandiai ember, tehát ha úgy tetszik, az angol király alatt valójaként látta meg a napvilágot, de aztán ide került valahogy Magyarországra, és befutott ezt az egyházi karriert, aminek a végén ugye erdélyi püspök lett. Na most a legfontosabb dolog, amit az ő pályafutásáról tudunk, az ez, hogy 1222. június 3-án keltezték a pápai kancellár van azt a pápai bullát, amelyben a pápa, ugye a harmadik Honorius, akkor a pápa, megerősítette Reinaldot az erdélyi püspökségben, mert hogy a püspökké lenni ekkor már úgy lehetett, hogyha ugye szegény Vilmos elhunyt, akkor elvileg a káptalan, az erdélyi káptalan választotta meg, választotta ki, hogy ki legyen ez a személy, akit ők elfogadnak a következő püspökként. Ehhez többnyire kaptak egy kis segítséget az uralkodótól, aki úgy elmondta, hogy hát tulajdonképpen ezzel a Reinald ez éppen alkalmas lenne, és az erdélyi káptalan is úgy látta, hogy tényleg alkalmas lenne, akkor megválasztották Reinaldot, a káptalan megválasztotta. Ez egy fontos egyházjogi előírás volt, hogy a káptalannak szabadon kell választani a püspököt. Hát ez a szabad választás, mint időnként kapnak egy kis segítséget, de nem szükségképpen. És ezután, mikor megválasztották az új püspököt, a káptalan, akkor terjesztették fel a pápához, aki megerősíti, addig, amíg ez a megerősítés meg nem történik, addig választott püspöknek hívják az illetőt, és még nincs birtokában a püspöki hatalom teljességének. Majd, amikor megérkezik a pápai megerősítés, akkor onnantól kezdve egyszerűen csak erdélyi püspöknek nevezik, mint egy Reinaldot is. Így. Tehát így akkor, mivel az aranybullából hiányzik az erdélyi püspök, hát ezért nagyon-nagyon erős okkal gondolhatunk arra, hogy hát az biztosan június 3-a előtt adták ki az aranybullát. Ha most még elkezdünk számolgatni, hogy hát ugye Váradról el kellett valahogy juttatni a megválasztás hírét Itáliába, mondjuk a Lateránba, ugye a római palotába, ahol a pápa ekkoriban legalábbis székelt, nem mindig tartózkodott ott, de ez volt elvileg az, amit ma Vatikánnak mondunk, akkor még nem Vatikán volt, akkor még Laterán. És ott a pápa elé terjesztették ezt, hát nyilván nem ez volt a pápa legfontosabb dolga, hogy az erdélyi püspöki székbe legyen töltve, tehát beállt az ügyek végére, aztán szépen akkor sorra került, akkor a pápa megvizsgálta, döntött, úgy találta ő is, hogy a Reinald az tényleg az pont alkalmas ember erdélyi püspöknek, megiratta a kancelláriájával ezt a megerősítést, azt is el kellett hozni Magyarországra, és így tovább. Tehát ha itt számítunk erre a június 3-ai biztos dátumtól, visszaszámítunk egy olyan elképzelhető időpontot, amire vannak bizonyos támpontjaink, akkor ugye az adódik, hogy valamikor április közepe tája az az utolsó időpont, amikor
az Arany Gula kiállítására sor kerülhetett. Különben ugye már választott püspökként ott lenne a Reinhardt, vagy pláne rendes erdélyi püspökként. Ezt meg fogja erősíteni nekünk más szempont is. Hát ez jó, mert így akkor csak haladunk előre az Arany Gula történetében. Ugye mondtam, hogy az uralkodói év, az is érdekes az Arany Gula szövegében. Hát az a helyzet, hogy II. András megkönnyítette a dolgunkat, mert hosszú uralkodás alatt többször is megváltoztatta uralkodási évei számításának a módját. Ugye az alapeset az az lenne, hogy a királyt megkoronázzák, ezt András esetében pontosan lehet tudni, ugye 1205. május 29-e, és akkor elvileg onnantól kezdve számította volna az első uralkodási évét, tehát 1205. augusztus 30-a az az első uralkodási éve, de 1206. augusztus 29-én már elkezdődik a második uralkodási éve, tehát nem pont a naptári évhez igazodnak az uralkodói évek, mindig az éven belül van egy csúszás. Azt még itt, hogy bonyolultabb legyen a dolog, hadd áruljam el, hogy 13. századi Magyarországon nem a január 1-i évkezdet volt szokásban, általában a karácsony ünnepét, tehát a december 25-e volt az év első napja, az volt az évkezdő nap, és akkor ez így még izgalmasabbá teszi a kérdést. Na most 1205 és 1218 között, 1205 májusának egyik napja ez az évkezdőpont, uralkodói évkezdőpont. Ez az, amit nem tudunk, hogy melyik, mert nincs elég táppontunk, mert nincs elég napi keltezési oklevél. Azért lehet tanakodni, mert május elején halt meg Előde, III. László, ugye Imre királynak a gyermekfia. Hát az ő esetében azt se tudjuk, hogy 5-én-e vagy 7-én, mind kettő mellett hozhatók fel érvek, minden esetre május elején valamikor. És ugye említettem, hogy május 29-én lépett trónra II. András, ez egy biztos dátum, ez legalábbis nincs alternatívája, a Magyar Krónika ezt mondja. Tehát akkor 1205 és 1218 között ez volt a helyzet. A 1222-es év egy része, május vége vagy eleje előtti rész az a 17. uralkodói év, a 18. uralkodói év pedig mondjuk a május utáni rész. Igen ám, de azt is lehet tudni, hogy II. András 1218-ban megváltoztatta uralkodói éveinek számítását, és a kezdőpont 1204. január közepe és május 1-e között valamikor, legnagyobb valószínűsége egy március 15-e körüli dátum, lehet, nem lehet pontosan megállapítani a dolgot. Hát ez nagyon különös, mert ugye 1204. novemberében halt meg Imre király, az ő bátyja, aztán utána még jött a gyermek király, az előbb említett III. László, hát ugye 4-5 éves gyermek lehetett, ténylegesen nem uralkodott, egyébként is csak néhány hónapról volt szó, de akkor is egy rendes magyar király volt. Tehát ez, hogy 1204-re vitte vissza a dátumot II. András, ez valami magyarázatra szorul, hát itt bajba vagyunk, mert nem látunk bele a király fejébe. Egyetlen olyan dolog van, ami ekkortáj történt, 1204. májusa előtt. Azt tudnék, hogy a halálára készülődő Imre király kiengedte az éppen fogságban, lázadása miatt éppen fogságban lévő András öcsét, és kinevezte gyermeke III. László, az akkor már megkoronázott III. László kiskorúságának idejére az ország kormányzójának. Úgyhogy néhány hónapig II. András, mielőtt magyar király lett volna, valóban volt az ország kormányzója. Talán erre az eseményre utal
ez a változtatás. De akkor is ez egy olyan legalábbis kétélű dolog. Egyrészt ugye azok, akik Imre hívei voltak, azok itt joggal fölháborodhattak, hogy mi van már, Imre utolsó hónapjai nem is számítanak, és a harmadik lász már nem is számít, és ez egy mérhetetlenül sérelmes dolog lehetett számukra. Másfelől András mégis úgy gondolhatta, hogy hát azért érdemes visszautalni az uralkodói éveim kezdetével erre a bizonyos kormányzói kinevezésre, mert így az Imre egykori híve is láthatják, hogy nem csak az öröklés rendjéből fakadóan illet meg engem a hatalom, hanem lám Imre király, az én bátyám is úgy akarta, hogy én kormányozom az ország. Minden esetre, tehát akkor itt az 1218 óta érvényben lévő gyakorlat szerint az arany hullában a 18. vagy 19. évnek kellene lenni, ha helyes az, amit az előbb az április 24-e körüli dátumban gondoltunk, akkor a 19. évnek kellene lennie, és lám a 17. van mégiscsak, ugye láthattuk az előbb. Hát miért? Hát körül kitalálni azért, mert második András újra megváltoztatta a uralkodó éveinek számítását, mint azt az aranyban bizonyítja. De hát ezzel nem magyaráztuk meg a dolgot, tehát erre a kérdésre azért valójában választ nem kaptunk. De ha elkezdünk turkálni az 1222. év oklevelei között, akkor már valami elokosabbak lesz. Ugye itt ezekkel, ahogy erre a 377-hez, ezenen kell törődni, ezek a okleveleknek egyfajta ilyen jelzőszámai, ez nem érdekes, tehát találunk, ami érdekes az az, hogy találunk az 1222. évben 1, 2, 3, 4 olyan oklevele, ahol a 18-ba bevezetett szokásnak megfelelően a 19. uralkodói évben, a nádort Miklósnak hívják, és még nyoma sincsen semmiféle erdélyi püspöknek. Tehát ezek az oklevelek valóban minden bizonnya még az aranybulla kiadása előtt keltek. Ez itt egy okmánytárnak a rövidítése. Itt találjuk az aranybullát, ebben már 17. az uralkodói év, ahogy azt láthattuk, nincsen nádor, azt is láttuk, nincs erdélyi püspök, azt is láttuk, aztán van még egy 22-es oklevél, ami 17. uralkodói évre kelteződik, ott már nem ez a Miklós a nádor, hanem egy Tódor nevezetű, és feltűnik Rajnád választott erdélyi püspök neve, hogy aztán végül újra 19. uralkodó éveket lássuk, egy új nádor, és a Rajnád püspök most már legyen normális. Tehát itt, hát ez itt egy kicsit fölcsúszott, bocsánatot kérek. Szóval azt láthatjuk, hogy nem csak a uralkodói évek változnak, és nem csak Rajnád váradi prépost, majd erdélyi választott püspök, majd erdélyi püspöknek a karrierjét tudjuk nyomon követni, hanem hát itt valami olyasmi is történik, amit mai fogalmaink szerint úgy mondanánk, hogy kormányváltás történik. Bármikor letagadom, hogy tőlem hallották ezt a kifejezést, de mégis hogy el tudjuk tenni. Ugye a nádor a legjelentősebb világi méltóság a korban, mely még jó ideig ez maradt, tehát kvázi kormányfőféle, és hát ha egy éven belül két kormányváltás történik, hát az alig a politikai stabilitásnak a jele, ugye ez manapság is így van, középkorban is így volt. Tehát itt valami problémánk adódik, ami, és mivel itt a középpontban itt van az aranybulla, hát nagyon erős okunk van azt feltételezni, hogy ezek a politikai problémák, ezek bizony az aranybulla kiállításával kapcsolatban vannak, valamilyen formában. Ez a Miklós egyébként Barc, száknembeli Barc fia Miklós, ez
Második András egyik kedvelt híve, jól ismert, hát a 13. század első feléhez képest a politikai pályafutása. Ez a Gyula, ez Kánnenbeli Gyula, ez is egy jól ismert alak, szintén Második András rendíthetetlen híve. Mindvégig olyannyira, hogy hát amikor IV. Béla trónra kerül, és üldözi apja egykori bizalmasait, akkor ez a Gyula történetesen börtönben hal meg. És itt van nekünk ez a Tódor, őt is ismerjük, családnemeli Vejte fia Tódor, és az ő pályafutása is ismert, de sokkal érdekesebb, mint a Barczfia Miklósé, meg a Kán Gyuláé, mert ő Imrének volt. Tehát András bátyjának volt bizalmasa, akkor viselt komoly tisztségeket, majd évtizedekig semmit, mert ugye András, vagy Imre egykori kegyeltjeként András kevésbé tekintett rá bizalommal, és rám egyszer csak 1222-ben fölröpül a világi méltóságok csúcsára, nádor lesz belőle. Hát ez megint csak arra int, hogy itt valami politikai problémának kell lenni, ami kapcsolatban van Második Andrással, Imrével és egyáltalán. Na, hát akkor lássuk, hogy mi a helyzet. Ezt tanuljuk az iskolában. Ezt, hogy ez az új berendezkedés, ez Második András 22 előtt, meg utána is folytatott politikája. Itt ugye el van nekünk mondva, hogy itt széles elégedetlenség történt, országos mozgalom, az ellenzék, nevezzük így, ha már belementünk ebbe a modernkori játékba, ez meghátrálásra kényszeríti az uralkodót, hiszen ilyen nagy tömegek, királyi szerviensek, róluk még majd beszélünk, meg várjuk, hát róluk nem beszélünk, ők a királyi várispánságoknak, tehát ilyen hadakozó népei, tehát mondjuk ilyen a királyi szolgáknak a legelitebb csapata, ők is támogatják. Ezt tanuljuk az iskolában, én is ezt tanultam, önök is ezt tanulták, és még évtizedekig ezt fogják tanulni a gyerekek. Milyen kár, hogy ennek semmi köze nincs a valósághoz. És a következőkben ezt kívánom kifejteni, röviden persze. Hát ugye itt amiért haragodni szoktak Második Andrásra, vagy nincs Második Andrásra kapcsolatos ismeretterjesztő tudományos könyv, előadás, cikk, hogy a birtokadományairól ne essék szó, ugye állítólag ez volt az elegedetlenségnek a fő oka. Na most itt két térképet tettem egymás mellé. Az egyik itt a jó szemek el tudják olvasni, Abanembeli Péter birtokai 1067 körül. Ez azért érdekes, mert egy jó mintánk a 11. század közepéről. Ez az Abanembeli Péter, ez itt Százdon, Borsod megyében alapított egy monostort, és ami vagyona volt, azt erre a monostorra hagyta. Itt láthatók ezek a pöttyöcskék, talán nem eléggé, itt van egy csomó, meg itt egy-kettő, meg még ide is lecsúszott. Ez összesen 20 birtok, amiből 4 volt királyi adomány. Legalábbis van egy furcsa sajátosság az oklevélnek, hogy csak azokat a királyi adományokat sorolja fel, amiket a kortárs uralkodótól maga Péter kapott, tehát ebben a maradék 16 birtokban lehetett még más királyi adomány, csak azt nem Péter kapta, hanem valamelyik felmenője. De ez nem olyan nagy baj, mert a másik térképünk Csáknembéli Miklósnak a birtokait mutatja, ő Második Andrásnak volt kortársa, sőt kedvelt híve, egyébként egyik fiától származik a Kisfaludi család, amely ugye a magyar irodalom történetről is jól ismer. És hát nézzük meg, itt azért rengeteg birtok, itt a Fejér megyeieket külön ki kellett venni egy kivágatban, mert el sem fértek volna ebben a léptékben, és 64 birtok, és abban 34 királyi adomány, már amit ez a Miklós kapott. Hát ugye első szempillantásra is látszik, hogy több mint háromszor annyi birtokról van szó, egy véletlenszerűen kiválasztott előkerülnek a kezén, és még itt legfeljebb, ha az ötöde
olyan birtok, amit az illető kapott a kortárs uralkodóktól, így több, mint a fele királyi adomány. Ha tehát valaki azt mondja, hogy második András sok birtokot adományozott azoknak, akiket erre méltónak találtak, az igazat mond. Ez valóban így van, ez tagadhatatlan, ez a mintavétel ezt mutatja. Más kérdés az, hogy vajon ez tükröződik-e az aranybullában, hogy ezekkel a birtokadományokkal valami probléma van, majd látni fogja. Akkor térjünk át a királyi szervjensekre, akik ugye a fő tömegét adták volna ennek a mozgalomnak, ami kényszeríti a királytól az aranybullát irányítását. Szóval a királyi szervjensek, akik állítólag a tömegmozgalmat adták volna ehhez, ez egy jellegzetesen 13. századi kifejezés, ugye azt jelenti, hogy a királynak szolgáló személy. De nem szolgákról van szó, hanem ezeknek a birtokos szabadoknak, 11-12. Századi birtokos szabadoknak, a 13. századi utódairól. Az történik ugyanis, hogy második András gondol egy merészen, és kitalálja azt, hogy királyi szervienseket akar maga körül látni az országban. Ehhez nem kell neki borzasztóan nagy dolgokat csinálni. A magyar királyok már 11-12. Században is kiváltságolták szolgáikat, ha megfelelőnek találták őket, és lényegében olyan felszabadítást, vagy olyan kiváltságokat adtak neki, amely a birtokos szabadok státusát adta, mondjuk egy kiválóan harcoló várjogvágynak, vagy valami ehhez hasonló. Most második András ezt kizárólag annyiban fejeli meg, hogy ezt a már korábban is létező kiváltságolást, ezt hozzáfűzi, hogy és az illető legyen királyi szerviens, azaz megtalálja a formát, és ezt a formát megtölti tartalommal, mégpedig olyan tartalommal, ami, mint itt látható, jelentős mértékben többletkiváltságokat ad a 13. századi királyi szervienseknek a 11-12. Század birtokos közszabadjaihoz képest. Itt két legfontosabb dolgot emeltem ki, hogy a bíráskodás, 11-12. Században a megyés ispán, vagy annak helyettese bíráskodik az akkori szabad birtokosok fölött, második András korától kezdve a király, a nádor, vagy az országbíró. A katonáskodás, itt vannak hasonlóságok, korábban is személyesen, ezután is személyesen kellett hadba vonulni, de a korábbiakban a megyés ispán vezette megyei csapatba kellett hadba vonulni, második László vagy második András reformjai után királyi zászló alatt, tehát a megyés ispán katonai joghatósága már nem terjedt ki a királyi szerviensekre, és ezeknek külföldön is kellett harcolni, királyi szerviensek csak a király pénzén harcoltak. Tehát itt egy jelentős társadalmi a társadalompolitikai, már úgy mondanánk, lépés történik. Ezekből a királyi szervjensekből lesz aztán a 13. század, itt most nem részletezhető fejleményei következtében a nemességnek az alsó rétege, akiket mondjuk ugye a 15. századtól kezdve már a köznemesnek is mondhatunk, ha akarunk. Na most ezeknek a királyi szervjenseknek első hiteles említése 1212, 1217-ben ezt ideírhattam volna, az első hiteles királyi szervjensi jogokat adó oklevél, és onnantól kezdve egy jó 60-70 évig ez egy létező dolog, hogy valaki királyi szervjens, utána már nemeseknek mondják őket. Na most hát ezek a királyi szervjensek, ezek miért lázadtak volna fel második András ellenében, ha egyszer tőle kapják ezeket a jogosítványokat. Ráadásul még csak nem is az aranybullába kapják. Ezt a bíráskodási részt, ezt bizonyos, hogy már legkésőbb 1220-ban birtokában vannak, mert tudunk olyan eseteket, a Váradi regisztrumban örökítették ezeket meg, amikor a megyés ispán csak külön királyi felhatalmazás birtokában
ítélkezhet a király szellőjesek ügyeiben. Hát erre nem lenne szüksége, ha még a 11-12. Században járnánk. Tehát nincs, nem látható az a bonyodalom, ami a királyi szellőjeseket második András ellen fordította volna. Aztán vannak itt még kincstári reformok, ez egy nagyon-nagyon intenzív reform időszak a király kincstárt illetően a András. Ez a 30-ad, ez egy vám volt, külföldről behozott árukra kivetett vám volt. A Megyés Istvánnak ehhez semmi köze nem volt. A kamara haszna fejében szedett adó. Erre muszáj kicsit beszélnem. Arról van szó ugyanis, hogy kamara hasznának azt nevezték, amikor a király úgy döntött, hogy ebben az évben új pénzt fogok veretni. Ebben az volt a jó, hogy kiverette az új pénzt, és az alattvalóival fölvásároltatta. Magyarán, mondjuk durva leegyszerűsítéssel, te adsz három régi pénzt, én adok érte kettőt, és az az egy, amivel több, az a kamara haszna. Ilyet második András is csinált, nem ő találta ki, 11. század második felében előbb még csak szórványosan, aztán egyre rendszeresebben létezik ez a dolog. Két-három évente talán előfordult egy ilyet. Itt András, az újítás az az, hogy azokban az években, amikor nem került sor ilyen pénzújításra, akkor annak fejében adót vetett ki, hogy a kamara haszna akkor is meglegyen. Ez úgy 1213-14 körül történhetett. Aztán, ha ez megvolt, tehát a kamara haszna már egész minden évben rendelkezésre állt, akkor már be lehetett vezetni a kamara bérleti rendszert, aminek az volt az értelme, hogy valami pénzember kibérelte a kamarát a kamara haszna összege értelmében, de ennél több járt a kamarának, nem csak a kamara haszna, hanem mindenféle vámok, meg egyebek, stb. Tehát ami a kamara hasznán felül volt, az volt az ő haszna ebből, ezért érte meg neki az üzlet. Hát itt azért a visszaéléseknek nyílt némi lehetőség, ami adott esetben a királynak is kényelmetlen lehetett, de elvileg a dolog az normálisan működhetett. A királynak még az adminisztrációval se kellett törődnie, de a bevétele biztosítva volt. Ha véletlenül az így megnövelt bevételek még mindig nem elegendőek, akkor rendkívüli adót vetünk ki, első említés 1217-ben. Hát, hogy mi adhatott okot rendkívüli adó kivetésére, ezt olyan nagyon pontosan nem lehet tudni, de azért biztosak lehetünk benne, hogy mind második András, mind utódai elég találékonyak lehettek a tekintetben, hogy megtalálják ezeket az okokat. Minden esetre a 30-as kamara haszna fejében kivetett kamarabérletére rendkívüli adó. Ez mind második András uralkodása után is, még a 14. században is, meg később is része a magyar királyi, nevezzük így, államháztartás. És egy dologról mondott le, a szabad dénárokról, ez volt a legrégebbi adófajta az országban, talán már Szent István szerette. Erről lemondott történetesen éppen az aranybullában. Ehhez ellentétben a többivel ezen osztozott a király a Megyés Istvánnal. Régtől fogva egyharmad járt a Megyés Istvánnak a beszedés körüli szolgálata miatt, kétharmad a királynak. Na most akkor itt eljutunk második András reformpolitikájának lényegéhez. Ugye előbb a tankönyv idézőben lehetett új berendezkedésnek nevezték. Itt van azonban Rogérius mester, a Tatár János krónikása, tehát egy fiatalabb kortárs. Rogérius egyébként a 30-as években kerül Magyarországra egy pápai követ káplányaként, tehát ismerte is második András személyesen. És itt, ahogy olvasható, elmondja, hogy ő hogy látja a dolgot, ő nem azt használja, hogy új berendezkedés, az körülbelül második András egyik okleveléből származó kifejezés, hanem azt mondja, az ispánságok jogainak megnyírbálása, amiről szó van. És ha meggondoljuk, ugye a birtokadományok azok valóban csökkentik a
ispán által kormányzott birtokok, ispán jogok meg vannak nyírválva. Királyszerviensek? Eddig az ispánnal hadakoztak, most meg nem. Eddig az ispán bíráskodott veletük, most meg nem. Ispánságok jogainak megnyírválása. Kincstári reformok láthattuk. Ja, amit bevezett, ahhoz a megyes ispánnak már semmi köze nincsen, amiről lemond, ahhoz meg volt. Hát ez szomorú, így járt a megyes ispán. Úgyhogy, amit új berendezkedésnek szokás nevezni, az valójában sokkal inkább hívhatjuk Rogerius kifejezésében az ispánságok jogainak megnyírválása, és ezzel megvan előttünk II. András politikájának a lényege. Na de miért jó ez a királynak, hogy megnyírválja az ispánságok jogait? Hát azért, mert az ispánság az egy alapvetően egy politikai tisztség volt. A működő képessége azon alapult, hogy az ispán feltétlen hűséget tanúsít a királyra szemben. Ez az esetek többségében így is volt. Igen ám, de II. András úgy került a trónra 1205-ben, hogy előtte éveken át fegyveres konfliktusokba bonyolódott bátyjával Imrével. Egyfelől, másfelől nem nélkülözhette, amikor átvette az ország kormányzatát, azoknak az előkelőknek a szolgálatai sem, akik már Imrét szolgálták. De nem bízott bennük. Hát akkor mit csinál? Csökkenti a hatalmukat. Így lehetőséget nyújt arra, hogy a birtokadományok meg kedvezményezetjei közvetlenül a királyhoz kapcsolódnak, mert hálásak neki. A királyi szerviensek szolgálatai közvetlenül a királyhoz kapcsolódnak. A kincstári reformok körül jövedelnek közvetlenül a kincstárhoz kapcsolódnak, a királyhoz kapcsolódnak, a megyés ispánok közben jött a nélkül. Na, hát akkor nézzük, hogy az aranybullában mit láttunk tükröződni ebből a királyi politikából. Azoktól a birtokoktól, itt van ugye, igaz szolgálattól szerzett birtoktól nem lehet megfosztani. Hát vajon azok, akik ellenzik II. Andrásnak a birtokadományozási gyakorlatát, belevesznek ilyet az aranybullába? Hát nyilván nem. Hát a kifogásolt adománypolitikát éppen a birtokok visszavételével lehetne visszájára fordítani, ahogy az később történik kis kísérletre. Itt van a szerviensek két fő joga, a hadakozás és a ítélkezés. Itt van a szabadénárokról való lemondás. Új pénzünk egy évig maradjon használatban húsvéttól húsvétig. Hát ezt szokták a legjobban félreérteni az aranybullában. Ezt úgy szokás magyarázni, hogy hát ez a bizonyos pénzújítás, amiről az előbb beszéltem, ez egy évben ne történjen meg többször. Hát rendben van, ne történjen, de nem is történhet. Hát a pénzügyi év kezdete az február eleje volt, Gyertyaszentpörök, Boldogasszony február 2, utána még ki kellett verni ezeket a pénzeket, még szét kellett teríteni az országban, még a beváltást meg kellett csinálni, aztán elszállítani a kincstárba, és így tovább. Ez egyszerűen nem fér bele egy évben több pénzújítás. Jellemző módon még 100 évvel később, 1344-ben, még Erdélyben, még júliusban sem jelent meg a király új pénze, az évben vert új pénze. Tehát ez félreértés, nem arról van szó, hogy ne legyen pénzújítás kétszer, vagy akárhányszor egy évben. Arról van szó, hogy az új pénz egy évig marad használatban, mert a következő évben, ha nem verek új pénzt, akkor már beszedetem a kamara haszna fejében kivetett adót. Tehát ez erre utal a magas sajátos módján. Ez pedig, hogy az egyház is támogatta volna az aranybulla mozgalmat, ami szerintem nem is volt, ez látható. Hát, hogy mehetnek bele a püspökök abba, hogy az ő ellenükre a király úgy döntsön, hogy mégse pénzben, hanem termében kell a tizedet megfizetni. Ez nem létezik. Az aranybullának ez a bizonyos ellenzéki mozgalomhoz égvilágos semmi köze nincsen. Aranybullának, II. András reformpolitikájához van köze, annak egyfajta összegzése azt mutatja meg, hogy a király mit hajlandó megadni a béke meg a nyugalom kedvéért. Na, mi mondhat ennek ellent? Hát ellent mondhat ugye, amit itt szoktak mondani, hogy egész megyeiket és méltósága örök tulajdonú birtok, hogy nem adományozunk, ezt írtja az aranybulla. Ez ugye azt a képzetet kelti, mintha ez bizony megtörtént. Hát elsősorban itt az a megye, ez egy rossz fordítás, ispánságról van szó.
A különbség a kettő között az, hogy az ispánság az egy királyi uradalom, a megye az pedig egy közigazgatási egység, amelyben ez a királyi uradalom is benne van, meg sok minden más. Magyarán a király megyét nem is adományozhatott volna el. Második András Fejér megyét nem tudta volna eladományozni, hiszen ott birtokai voltak a fejérvári prépostságnak, meg a csáknemberi Miklósnak, meg ezerféle más egyházi, meg világi birtokosnak. Hát a fejéri várispánságot történetesen eladományozhatta volna, de nem tette. Összesen két esetet ismerünk a 30 évből, amikor ispánság eladományozására sor került, nem jellemző a királyra. Méltóságot meg történetesen egyet sem adott. Magyarán itt, amikor a király ezt megígéri az aranybullába, olyat ígér, amit nagyon könnyű megtartani, mert eszeágában sincs ilyet csinálni. A négy jobbágyon kívül, itt a jobbágy, ez királyi főméltóság viselő értelmében szerepel, a nádor bánai és ezek az udvarispána, senki ne viseljen sok tisztséget, tisztséghalmozás. Ez is azt a képzetet elti, mintha ez jellemző lenne a második András korán, egyáltalán nem jellemző. Nem volt szokás. Megint olyat ígért a király, amit könnyű betartani, mert ő is be akarja tartani, mindenki jól jár, a méltóságokra átsingozó előkerőknek nő a lehetőségük, hogy tisztséghez jussanak, a királynak meg kisebbedik a gondja, mert ugye mindig több előkerő van, aki tisztséget kaphat, mint ahány tisztség éppen elosztható. És végül itt van az ellenállási záradék, ugye ez, hogy ellen lehet állni, ha a király nem tartja be. Hát ez ugye a kikényszerített volt az aranybullák napnál világosabb, hát nem, miért? Hát ha a király olyan dolgokat ígér az aranybullában, amiket szándékában áll megtartani, meg ami összeillik az ő politikájával, hát akkor nyugodtan megígérheti ezt, hiszen úgyis be fogja tartani. Jellemző módon, ugye 1351-ben, mint láthattuk, Lajos király minden gond nélkül ezt az ellenállási záradékot is belefoglalja az aranybullába. Eszébe se jut arra gondolni, hogy ebből valami baj lehet. Pedig ugye tudjuk, hogy Lajos ugyancsak furcsálta volna, hogyha valamelyik alattvalója előállt volna azzal a gondolattal, hogy én akkor most uram királyom ellenállok neked, mert jogom van hozzá. Hát ez nem nagyon fordulhatott elő. Másrészt ugye Lajosnak az apja, első Károly, vagy Károly Róbert, sőt körútként Róbert Károlyként is ismert, életében negyed századot áldozott arra, hogy beleverje keményfejű alattvalóinak a fejébe azt, hogy hát bizony a királyi teljhatalom és a királyi hatalom kizárólagossága, ahhoz nem jönünk hozzá. És mégsem látott Lajos ebben semmilyen veszélyt, mert nincs is. Középkorban soha senki, pedig voltak lázadások a király előtt, nem foglalkozott ezzel, nem hivatkozott rá. Az újkorban akkor majd előfordul. De az már egy más világ. És akkor mi történt? Hát egyrészt tudjuk azt, hogy harmadik Honorius július 4-én ír a magyar főpapoknak, hogy második András megkoronáztatta ugyan fiát, ugye Béla herceget, a későbbi negyedik Bélát, ez valóban így van, 1214-ben történt, de nem azért, hogy más uralkodjon ő helyette. És valóban van Bélától is sok levelünk 1222-ben, amikor megjutalmazza István zágrávi püspököt azért, mert segített elsimítani a problémákat, ami apja is ő közte volt. Magyarán tehát az történik, hogy Béla herceget, mint a dinasztia tagját, előtérbe tolva, ugye Béla 1206-ban született, tehát még nem egy érett férfiú, előtérbe tolva a Tódurék, most már tudjuk, hogy az a nádor, előtérbe tolták, és az ő háta mögött igyekeztek olyan politikai változásokat elérni, ami a kedvükre való lett volna. Ez egy ősi magyar politikai gyakorlat, még később is előfordul. Aztán mit tudunk? Még egy másik dolgot is tudunk, megint a pápának egy bullájából, itt ugye hosszasan el van mesélve, itt ha végigolvassák, itt jön a lényeg, hogy kétszer gyűjjön össze a nép, újonnan elhatározták, és hogy súlyos, igazságtalan dolgokat szoktak követelni, és hogy fő embereket
megfosztva tisztségeitől űzzék ki az országból, jajikat osszák ki a nép körül, és hogy ezt a király nem akarja. Hát valamit hallott a pápa, hogy valamilyen nehéz dolgok történnek Magyarországon, de szemlátomás még nem nagyon volt fogalma 1222. december 15-én, hogy pontosan mi történt Magyarországon, és mi az aranybulla, és mi van abban. Ezt honnan lehet tudni, hogy csak következő évben, 1223. márciusában tiltakozik az ellen, hát mi az, hogy nem lehet pénzben szedni a tizenöt? Hát álljunk már meg, lehetetlen. Akkor tiltakozik ellen, akkor tudtam meg, hogy mi van az aranybullában. Na most akkor ezek alapján már össze tudjuk rakni, hogy pontosan mi történt. Ugye egyrészt itt van a nagybőt idejében kormányzati gyűlést szoktak tartani II. András idejében. Erről részben Rogériusztól tudjuk, részben Andrásnak is van oklevele. Ezután, ez ugye a nagybőt 22-ben ebben az időpontban volt, tehát nyilván ezután, amikor a király nagyhatalmú előkelői hazaszélettek, előálltak Tudori bizonyos palotaforradalommal, nem tömegmozgalom, királyi szerviensnek nincs köze hozzá, palotaforradalom. Április közepe táján II. András megpróbálja ezt az elégedetlenséget leszerelni, az aranybulla kiadásával történetesen. Ugye itt van a bevezetőben, hogy megengedjük nekik a Szent Király által engedett szabadságot, tehát a Szent István király, féle kiváltságokat, és egyéb olyat is üdvösen rendelünk. Na ez az aranybulla. Az egyéb olyan is. De ez kevés, így a kormányzat átalakítására sor kerül, Miklós Nádor helyét átveszi Tódor Nádor, és akkor néhány hónapig ezek a tódorék vannak hatalmon. Történetesen azt is tudjuk, hogy mibe buknak bele, hát abba buknak bele, hogy megpróbálják visszavenni a korábban eladományozott birtokot. Van egy oklevelünk ebből az időszakból, és hát ez valószínűleg már akkor sem volt olyan népszerű dolog, mint ahogy 1230 utatása volt népszerű, amikor IV. Béla próbálkozott ezzel. És akkor ez augusztus 20-a körül, éppen az aranybullában elrendelt fehérvári gyűlés környékén, és valószínűleg azáltal a király összehívja a szövetségeseit, nem ellenségeit, szövetségeseit, a királyi szervienseket, és ezekre támaszkodva úrrá lesz a helyzeten, Tódor Nádort meneszti, és régi híve Gyula lesz a Nádor. És ezzel az aranybulla be is tölti hivatását, innentől kezdve nyugalomra vonul, elcsitulnak a politikai zűrzavarok, majd 1231-ben sor kerül új kiadására, ezt majd elmondom 1231-ben, találkozunk, és aztán később még sok érdekesség történik az aranybullával, de annak már nem sok köze van ehhez a történeti valósághoz, amiről most hitem szerint szó volt, hanem akkor már mindenféle dolgok megváltoznak, és akkor már egészen más gondolnak az aranybulláról, mint amit gondoltak 1222-ben. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Természetesen, ha valakinek volna kérdése, én kész vagyok felelni rá, feltéve, hogy tudok. Köszönöm szépen!